A hatos számú választókerület országgyűlési képviselője Vécsei László április 9-én Kartalon tartott a soron következő fogadóóráját. A mai választókerületi programomnak ez a kartali része egy fogadóórával, képviselői fogadóórával kezdődött. Képviselői fogadóórára a dolog természetéből adódóan nagyon sokféle problémával érkeznek az emberek. Ezek egy része általában önkormányzati hatáskörbe tartozik, ilyenkor képviselőként azt tudom javasolni, hogy a képviselőtestület illetékes tagjához, polgármesterhez, hivatalhoz forduljanak. Esetleg magánemberként megoldási javaslatot is tudok adni, de ez a ritkább eset. Aztán volt egy számomra nagyon kedves megkeresés, mint kiderült a épületenergetikai pályázat keretében itt Kartalon is, és a környéken és a Galga mentén nagyon sokan pályáztak, és nagyon sok pályázat nyert. Ez nekem is nagy öröm, mert tényleg ezekre az előregedett épületekre már nagyon ráfér a felújítás. A fogadóórát követően pedig a kartali képviselőtestület tagjai, képviselők, polgármesterasszony voltak kedvesek, és összeszaladtak egy ilyen gyors, majdhogy nem rendkívüli testületi ülésre, ahol egy pár szót azért tudtunk váltani a kartali teendőkről, folyóügyekről, a települési problémákról. Ezen belül ugye hangsúlyosak szinte minden településen az útügyek, útépítések hiánya, és hát igyekszem természetesen segíteni, mint ahogy pályázati ügyekben is. Például a kartali asszonykórushoz nagyon szívesen jöttem, mindig most éppen egy Vas Lajos országos versenyre készülnek, és remélem, hogy sikerül majd az önkormányzattal összefogva lehetővé tenni azt, hogy ők eljussanak erre a versenyre. Szóval a képviselőtestülettel, polgármesterasszonnyal, kérelmezőkkel együtt úgy gondolom, hogy legalábbis egy ilyen párbeszéd azért a mai napon is kialakult. Remélem, hogy valamelyest előre viszi az ügyeket. Ami különös örömömre szolgált, hogy visszaigazolást kaptam a képviselőtestületen belül, meg a fogadóórára érkezők közül is néhány embertől arra nézve, hogy a Bagi körforgalmú csomópont az mennyire fontos a galgamenti térség számára. A Kartal versenye választókerületből a Bagi körforgalmú csomóponttól legtávolabb eső települések, mégis az itt élő emberek számára ez egy nagyon fontos beruházás, és látom, hogy örülnek neki, és jól veszik, hogy hamarosan el fog készülni. Vécsei László országgyűlési képviselő legközelebb Nagytarcsán a polgármesteri hivatalban tart fogadóórát április 20-án 16-tól 17 óráig, majd Kistarcsán kereshetik fel személyesen a polgárok április 29-én délután 5:30-től este 6 óráig.